A dombóvári képviselőtestületi ülésen 13 előterjesztést tárgyaltak szeptember 28-án. Fontos szempont volt a szeptemberi költségvetési rendelet újragondolása. Ennél még jelentősebb, hogy a likviditásukat megőrizték, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. Ezen túlmenően olyan saját beruházásokat is el tudtunk kezdeni, vagy már akár be is fejezni, amelyet évelején beterveztünk. Nyilván ez is azt támasztja le, hogy gondos volt az előkészítés, és minden forintra nagyon vigyázunk. Azt gondolom, hogy a Kórház utca vasútnál befejeződik napjainkban a járda, főtér felújítása folyamatban van, Garai utcához is tudtunk saját erőt biztosítani, és nyilván vannak olyan apró cseprő beruházások, és ilyenkor mindig azt kérem mindenkitől, hogy ezt úgy gondolja végig, amikor apró cseprőt mondok, az 2-4-5 millió forint, ezeknek a számát megszorozzuk 8-10-el, akkor már kijön egy olyan volumen, amely azt gondolom, hogy nagyon jó lépték. Azonban ennél sokkal többet szerettek volna elkölteni a városra, amikor 2019-ben azt gondolták, hogy van mire költeni, és van dolguk. De nyilván mindenki előtt ismert a pandémia, vagy ezt követően az ukrán-orosz háború, mert olyan gazdasági helyzetet teremtett, amely megszorításokkal járt az önkormányzatok számára is. Nyilván nem csak a családokban, de az önkormányzatnál is, hiszen az önkormányzat egy nagy család, hiszen azt gondolom 18 ezer emberről kell gondoskodnunk Dombováról, és mi sem vagyunk függetlenek azoktól az eseményektől, amely egész Európában ma zajlanak napjainkban. Pintér Szilárd polgármester arról is beszélt, hogy a nagy kihíváson, a fákcserék előkészítésének azon munkálatain, amely a főutcában zajlott, sikeresen túljutottak. 5-600 köbméter vadgesztenye farünk keletkezett, amelyet egy szőlőegyi telepen deponálunk. Ma a képviselőtestület egy előterjesztést tárgyalt, amelynek mentén arról született döntés, hogy a főutcában keletkezett rönkök, illetve az Ady utcából keletkező rönkök még együtt fognak képezni egy 800 ezer köbmétert. Ez kedvezményes áron dombavári lakcímkártyával rendelkező és ingatlan tulajdonosoknak 10 köbmétert biztosítunk nagyon méltányos és jutányos áron, hiszen a piaci árnak a tört részéért 10.000 forint per köbméteren áron lesz elérhető jövétől ez a fa, 10 köbméter vásárlására jogosult minden ingatlan tulajdonos. Remélem, hogy ezzel is tudunk segíteni azokon az embereken, akiknek nehézséget okozott volna a téli tűzifa beszerzése. A polgármester hozzátette, az ellenzék oldaláról egy osztásra irányuló kérelem érkezett. Azt gondolom, hogy ez a gondolat ma már idejét múlt is demagó, hiszen a város vagyonát nem lehet tékozolni, és azt gondolom, hogy az a bevétel, amely ebből a fa értékesítéséből befolyik, nevesítve volt a határozati javaslatban, és hogy a környezetvédelmi alapba kerül befizetésre, és onnan lesz hasznosítva. Ezekből a fákból származó árbevételt környezetvédelmi célokra fordítják, hangsúlyozta Pintér Szilárd dombóvár polgármestere.